büszkeség, alázat és talán egy kis szégyenérzés. Mikor egy felvillanó gondolat erejéig összehasonlítjuk magunkat azokkal a történelmi személyekkel, akik fáradhatatlanul és önzetlenül adták önmaguk legjavát a tudománynak, a városlakóknak és nem utolsó sorban nekünk, az utókor gyermekeinek, ilyen érzések kavarják fel az embert. Ha rápillantunk Szekszárd, ma úgy gondoljuk, hogy a várossal megingathatatlanul és elválaszthatatlanul összefonódó épületére, a Vosinszky-Mór megyei múzeumra irigyen nézünk a múlt embereire. A múzeum, illetve a múzeum épületének a története azért nem esik teljes egészében egyben, hiszen maga az intézmény az 1895-től írja a történetét, tehát 123 esztendős maga a megyei múzeum, Tolna vármegye múzeuma néven alapította, Tolna vármegye közönsége, és Vosinszky Mór, illetve gróf Apponyi Sándornak a felajánlásából nőtte ki magát, és az első kiállítások a későbbi Garai gimnáziumnak az épületébe kerültek bemutatásra 1899-ben. A milleniumi év nagy lelkesedése áthatotta a közönséget, és persze a tudós embereket, rengeteg középületet emeltek országszerte akkor. És az volt a szándék, hogy a múzeum számára is egy megfelelő és méltó épület szülessék, és ehhez megtudta Vosinszky, illetve hát az összes Tolna vármegyének az illetékesei két kiváló építészt nyerni az ügynek, Sikedenc Albertet és Herzog Fülöp, akik a Hősök terét, a Szépművészeti Múzeumot is építették egyebek mellett, és az ő terveik alapján valósult meg, vagy épült meg Tolna vármegye, illetve a magyar kormánynak a támogatásával a múzeumnak az épület, főépülete, most már csak főépülete, hiszen nem csak ebben az épületben dolgozunk, de nagyon sokáig ez az épület jelentette magát a megyei múzeumot is. Ez volt tehát Tolna vármegye múzeuma, amely később Béri Balog Ádám nevét vette fel, és 1988-tól viseli Vosinszky Mór régész és múzeumszervező nevét, hiszen az ő céltudatos munkájának köszönhető, hogy 1902-ben megalakult és kapuit megnyitotta a látogatók előtt. Maga az épület nagyon gyorsan, egy év alatt készült el, és 1902-ben nyitotta meg a kapuit. Egy nagyon szép U-alakú neoreneszánsz palota, a kornak megfelelő historizmus jegyeit hordozza magával. Kétemeletes, kétszintes épületről beszélünk, mint ahogy itt látszik is, és abban mindenképpen emelkedik a megyei múzeumok közül, vagy ahogy ez eleve múzeumi funkcióra épült. Tehát ez egy ritka dolog, és emiatt is büszkék lehetünk erre az épületre. A neo időszak, ez a 19. század végén, 20. század elején volt divat Magyarországon, és a gótikát, a reneszánszot, illetve mindenféle más egyéb építészeti és képzőművészeti stílusnak a jegyeit magában hordozták. Ennél az épületnél, mint ahogy említettem is, a reneszánsz jegyek az elsődlegesek, de felfedezhetők rajta klasszicista jegyek is, tehát itt az épület fölött ez a kis timpanonos rész, de önmagában az épület arányai, tehát hogy ez a magas belső terek, az épület emeletén végighúzódó fríz, az azokon megjelenő mitológikus ábrázolások, ezek a kerubok, ezek a féloszlopfők, amik itt végigvonulnak, maguk ezek a hosszúkás ablakok, ezek eredendően a reneszánsz palotákra jellemző stílusjegyek voltak, amelyeket itt is a Sikedanc és Herzog építész páros tervei alapján itt is megjelentek. Vosinszky idejében a múzeum gyakorlatilag egyszemélyes intézmény volt. Vosinszky Mór maga apát plébános, így a múzeumi tevékenységet nem főállásban látta el, hiszen 1894-től Szekszárd belváros plébánosi hivatalát töltötte be.
itt a múzeum története azért folyamatos fejlődésről tett tanúbizonyságot, és ez nem csak Wosinski idejében volt, hanem tulajdonképpen az 1950-es, 60-as évekig egy múzeológus volt egy személyben a múzeumnak az igazgatója, a múzeológusa, a gyűjteménykezelője, tehát a szakmai munkákat is egy személyben. Nyilván voltak, akik a takarításba vagy a kiállításoknak a működtetésébe szerepeltek, de az a szakmai feladat, ami egy ilyen intézménynyel együtt járt, azt lényegében egy ember látta el. Wosinski, ahogy szokták mondani, két végén égette a gyertyát. Tehát, ahogy említettem is, ellátta a papi feladatait, és tulajdonképpen éjszakába menően foglalkozott a múzeumi gyűjteménnyel, szervezte a múzeumhoz kapcsolódó mindenféle közéletet, tehát előadásokat tartott, ingyenes előadásokat is tartott szegényeknek, eljárt a sárközbe gyűjteni gramofonnal, ami teljesen újszerű dolog volt, hatalmas kíváncsiság volt benne a világ dolgai iránt. Ennek a bizonyítékai, hogy jó pár külföldi úton vett részt, felfedező utakról beszélhetünk, tehát Skandináviába, Szentföldön, Törökországon, de Zichy Jenő grófnak a második expedíciójával eljutott Közép-Ázsiával, illetve a Kaukázus térségébe, és ahol fotósként, illetve régészként szerették volna alkalmazni, de nem engedték az ottani hatóságok, és végül is nagyon sok fotót készített erről az útjáról, és nagyon sok régészeti párhuzamot fedezett föl, aztán ami a tudományos munkásságához, ami alapvető volt. Most olyan helyen vagyunk, ahol az év egy napjától, a múzeumok éjszakájától eltekintve ide nem léphet be akárki emberfia. A múzeum igazgatói részlegében vagyunk. Az igazgatói irodában két olyan bútordarab van, ami az egykori eredeti berendezésből maradt fenn napjainkig. 1944-ben, illetve 45 elején a II. Világháború időszakában a szovjet hadikórházzá alakították át, vagy nevezték ki ezt az épületet, és ténylegesen is kórházként funkcionált, ami sajnos azzal járt együtt, hogy a múzeumi gyűjteményt azt kihordták az épület előtti térre, illetve az egykori kiállítási vitrineket eltüzelték lényegében. Úgyhogy ez a mellettem lévő szekrény maradt meg, illetve ez maga az asztal, ami a mindenkori igazgatóknak a munkáját segítette. Átvészelte ilyen szempontból a II. Világháborút is, a szocializmusnak is az évtizedeit, igaz akkor a padláson, de aztán a 80-as éveknek a második felébe lekerült onnan, és azóta is restaurálást követően újra itt elhelyezésre került az igazgatóirodába. Egyébként hát ez az igazgatóiroda ugyanúgy, mint ahogy az épület folyamatosan működött, ez is mindig itt volt az épületnek a déli szárnyába. Egyfajta igazgatói lakás is volt egykoron mellette, tehát nagyon egészen 60-as, 70-es évek elejéig az igazgatók bent laktak a múzeum épületébe. A Wosinski-Mór megyei múzeum ma már kinőtte a pazar épületet, így az irodalomháza, Mésző Miklós emlékház és a Babits emlékház, de a levéltár is a múzeumhoz tartozik. A gyűjteményünk is hatalmas fejlődésen esett keresztül, úgyhogy jelen pillanatban körülbelül 750 ezres műtárgy gyűjteménnyel rendelkezünk, amit nekünk kezelni kell, tudományosan feldolgozni, kutatni, és hát természetesen a kiállító helyeken is minél több programmal várjuk az érdeklődőket.